Üdvözöllek benneteket! Aktuális feladatunkban monomokkal való műveleteket gyakorlunk. Nézzük, hogy szól a feladat. Adottak az A egyenlő 2x négyzet y, B egyenlő mínusz 3x négyzet y, és C egyenlő x négyzet y monomok. Karikázz be az egyenlőség előtti betűket, amelyek az x és y változók minden értékére teljesülnek. Végezzük el a meghatározott műveleteket, tehát szorzás, kivonás, összeadás, és ellenőrizzük le, hogy a végeredmény megegyezik-e azzal, amit a feladat fölkínált nekünk. Induljunk sorba, nézzük az A feladatunkat. A szor B. A helyett írunk 2x négyzet y-t, a B helyett pedig mínusz 3x négyzet y. Valójában az első monomot nem is lenne szükséges zárójelbe tenni, a másodikat viszont mindenféleképp a negatív előjel miatt. Ha most monomokat szorzunk, tudjuk, hogy számot számmal, változót változókkal, illetve megfelelő változót megfelelő változókkal. Először határozzuk meg az előjelet. Egyik pozitív, másik negatív, tehát az előjel az negatív lesz, majd most a számokat szorzom, 2x 3, az a 6. Most a megfelelő változót, tehát x-es változókat szorzom, x a másodikon, szorozva x a másodikon, az x a negyediken, majd külön az y-t, szorozva y-nal, az pedig y a másodikon. Ellenőrizzük le, hogy megfelel-e annak, amit a feladat fölkínált, hát láthatjuk, hogy mínusz 6, x négyzet y, nekünk pedig x a negyediken y négyzet, tehát ez nem igaz, nem fogjuk bekarikázni. Nézzük a B kifejezésünket, A mínusz B. Írjuk le megint az A és a B monomokat. Természetesen az A-t, tehát az első monomot nem lenne szükséges zárójelbe tenni, viszont a másodikat okvetlenül megint a mínusz előjel miatt. Ilyenkor első dolgunk, hogy megszabaduljunk a zárójelektől. Az első monomnál a zárójeltől könnyen megszabadulunk, egyszerűen csak átmásoljuk, míg a második zárójel előtt, mivel mínusz található, a mínusz mínusz átalakul plusszá, tehát a 3x négyzet y-t másolom le. Összeadható-e az a két monom? Igen, hiszen ezek egynevű monomok. Miért? Mert x négyzet y a változós része. Ezek szerint csak az együtthatókat kell, hogy összeadjuk, 2 plusz 3 az 5, és az x négyzet y-t lemásolom. Ha megnézzük a fölkínált válaszunkat, azt látjuk, hogy az csak x négyzet y, tehát nem egyenlő, nem kell bekarikázni. Nézzük a C feladatunkat. B mínusz C. A B az mínusz 3x négyzet y, mínusz a C x négyzet y. Én most készakarva tettem őket zárójelbe, szabaduljunk meg a zárójelektől. Valójában rögtön is írhattuk volna zárójel nélkül, az első az csak simán mínusz 3x négyzet y, majd jön a kivonás, és a másodikat csak lemásoljuk x négyzet y. Összetudom-e vonni ezt a két monómot? Igen, hiszen egynevűek. X négyzet y tartalmaz egyik is, másik is. Egyik esetben mínusz 3, másik esetben pedig mínusz 1. Ha nincs kiírva az együttható, azt tudjuk, hogy egyest jelent. Hát mínusz 3 és mínusz 1 az mínusz 4-et ad, tehát az eredményünk mínusz 4 x négyzet y. Hát láthatjuk, hogy a fölkínált eredmény mínusz 3, az nem egyezik meg azzal, amit mi kaptunk, tehát nem karikázzuk be a C-t. Maradt még a D kifejezésünk. C plusz A. Írjuk le a megfelelő monómokat. A C az x négyzet y, úgy szintén írhatnánk rögtön zárójel nélkül is, plusz a második, tehát az A kifejezésünk, vagyis az A monomunk pedig 2x négyzet y. Hát ebben az esetben tényleg egyszerűbb lett volna, hogyha rögtön zárójelek nélkül írjuk. Ellenőrizzük le, hogy ezt a két monomot összeadhatjuk-e. X négyzet y, mind a kettő ugyanazokat a változókat tartalmazza, ugyanazokkal a hatványokkal, tehát ezek hasonló monomok, össze tudjuk őket adni, 1x négyzet y, tehát az együttható 1, plusz 2x négyzet y, az 3x négyzet y.
és láthatjuk, hogy a D állításunk, úgy szintén a feladatban is, 3x négyzet y volt, tehát a D-t be tudjuk karikázni. Így oldottuk meg aktuális feladatunkat. Köszönöm a figyelmeteket!